Egy márka életét sosem tekinthetjük egy stabil pontnak, folyamatosan fejlődésben van a brand, és ez a Hell Energy-ről is elmondható. ...2023-ban egy új érát nyitunk a márka számára, egy teljesen új időszámítás kezdődik, amelyben nem lecseréljük Bruce Willist, hanem őrá egy igazi ikonként tekintünk, aki örökre a márkával marad. A kommunikációnk azonban most egészen más irányokat fog venni. A koncepciónk az az, hogy 4 darab történetben bemutassuk azt, hogy egyes karakterek hogyan lendülnek túl a saját problémáikon, és hogyan tudnak ezen felülkerekedni, és utána pedig kihozni magukból a legtöbbet. Ezt szeretnénk megmutatni ezekben a történetekben, és bízunk benne, hogy ezt sikerül annyira látványosan csinálnunk, hogy az inspirációt jelentsen mindenkinek. Jelenleg ennél a szuper játszó falunknál vesszük fel a street art jelenetünket. Az elmúlt 5 évben rengeteg új fogyasztóval bővültünk. Elmondható azt, hogy a márka legsikeresebb évei után most szükségünk van a változásra. Izgalmas volt azt látni, hogy mind státuszban, mind pedig erőben, mind pedig minden olyan fontos márka attribútumon, amire egy energiaitalnak szüksége van, rengeteget léptünk előre, mind a magyar, mind pedig a nemzetközi piacokon. Létsz magasra kerül. A reklám megalkotásánál a legmodernebb technológiát használtuk, beleértve a kamerát, a speciális kameramozgatót, az anamorf objektívet vagy a CGI elemeket, amiket használunk. Sőt, még a narrációnál is bevállalósak és tökösek akartunk lenni. Tök jó volt a Hell-el együtt dolgozni. A Hell Energy új reklámspotja több mint 50 országban lesz elérhető ismételten nemzetközileg. Az országokban ezeket televízióban láthatják, majd viszont a fogyasztóink digitális és online felületeken, ezen felül in-store-ban és kültéri felületeken. Azért is különleges számunkra ez a reklámfilm, mert Magyarországon egy magyar csapattal forgatjuk, és ezen kívül rendkívül fontos az, hogy lesz egy 1 perces vágat, amelyet single spotként láthatnak majd főként a piacvezető országokban, és ezt követően fogjuk sugározni a 30 másodperces reklámspotot. Okay.